A kassai kirándulás és a közös Szent Erzsébet dómi magyar nyelvű szentmise épp úgy része a 16. Kárpát-medencei középiskolás tábornak, mint a közös fürdőzés az üdülőben. Az idei találkozón a magyar nyelv szépségeiről tartottak több előadást a tanulóknak, de számos a magyarság múltjával és jelenével foglalkozó tudós, újságíró és tanár járt a táborban. Lovas István, a Magyar Nemzet egykori brüsszeli tudósítója, újságíró, aktuálpolitikai témákról beszélt nekik. Ne higgyenek azoknak, akik állandóan le akarják őket bénítani azzal, hogy micsoda hihetetlen hatalmakkal állnak szemben, és lebénulnak, és ne is csináljanak semmit, hanem harcoljanak minden nap a szabadságukért. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter azokról a kormányzati törekvésekről szólt, amelyek a külhoni magyarság segítését célozzák mind itthon, mind az adott nemzetállamban. A kormány 2010 óta nem csak szóban, hanem tettekben is azt mondja, hogy az összetartozást, az egy nemzethez való tartozást jelenítsük meg. Mindig el szoktam mondani, hogy önmagában már a mi minisztériumnak a neve is Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, tehát mi nem 9-10 millió magyarban gondolkozunk, hanem 14-15 millió magyarban, akár miniszteri szinten, akár kormányzati szinten. A Rákóczi Szövetségnek ez a találkozója a legnagyobb nyári rendezvénye. 380 diák üdültetését segítik idén. Céljuk az összetartozás érzésének erősítése a határon túli és az anyaországi fiatalok között. A középiskolásoknak több tábora is van, Sátorajavujaján az egyik, Győrött a másik. Általános iskolásoknak szervezünk tábort szintén több helyen, és az egyetemistáké a legrégebbi tábor, amit Szentendrén 1989-ben szerveztünk első ízben, és mi úgy látjuk, hogy tényleg ez a határokon átívelő nemzeti újraegyesítés, ez sikeres. 27 erdélyi iskola kapott meghívást a találkozóra, a Marosvásárhelyi szervezet 50 diákkal érkezett Sátoraljaújhelyre. Nekik az identitás erősítés szempontjából fontos ez a tábor, éppen ezért a tapasztalatokat újra és újra átbeszélik a fiatalokkal. Hogyha egy gyereket, egy diákot nem erősítünk meg az identitás tudatában, akkor felvetődik az a kérdés, hogy családalapítás kor, ha vegyes házassága jön létre, akkor nagyon hamar feladja az identitását. A magyarországi szervezetek fiataljainak jó alkalom ez a tábor arra, hogy megismerjék a határon túli magyar diákokat. Sokan családindítatásból kapcsolódtak a szervezethez, rokonaik, barátaik élnek határon túl. Családomból is fakad, hogy érdekel az egész téma. Rokonságom is kötődik például Felvidékhez, Kassa környékéről származik a nagymamám, apai vonalról. És hát tulajdonképpen ez volt az, ami elindította a Rákóczi Szövetség felé. A Magyar Tanárok és Diákok találkozójára idén 240 középiskola kapott meghívást. Olyan városokból érkeztek Sátoraljaújhelyre diákok, ahol a Rákóczi Szövetségnek ifjúsági szervezete működik.